A Magyar a Kenyere program 2014-ben indult. Akkor 10 tonna gabonát gyűjtöttek, és abból készült lisztből sütötték az augusztus 20-ai kenyeret és cipókat. A maradék lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, ami a gyerekek 4 havi étkezésére volt elég. 2015-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai partnerként vett részt a program megvalósulásában. Összesen 440 tonna búza gyűlt össze 47 gyűjtőponton, közel 3100 adományozótól a határon kívül és belül. Ebben az évben már 20 malomban örültek, az adományozók köre bővült, így 109 gyermeksegélyező szervezet részesült az adományból. 2019-ben a célkitűzés a külföldön élő magyarok bevonása volt. A program hatalmas sikeréhez közel 5700 adományozó, 3551 magyarországi és 2117 külföldi gazda ajánlott fel adományokat. A liszten kívül elektronikus készülékeket is átadtak. Idén 10. éve gyűjtjük a búzát, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretén belül, ami tulajdonképpen jelképezi a teljes Kárpát-medencei magyar gazdák összefogását és karitatív szándékát. Teljesen úgy gondolom, hogy határon belül és határon túl is vették az alapítvány jelzését, és a karitatív cél mindenképpen megvalósult. Évről évre egyre növekvő mennyiségű eredményeket hozott. A tavalyi év volt a legkiemelkedőbb, és bízunk benne, hogy az idei év sem fogja ezt alulmúlni. 2011-ben Tolna megye is gyűjtött első alkalommal, de akkor még kis mennyiségeket, akkor országosan összesen 10 tonna búza gyűlt össze, és ez növekedett az utóbbi években. 2019-ben 790 tonna gyűlt össze országosan. Itt egyre nagyobb mértékben bekapcsolódnak a határon túli területek is, évről évre nagyobb mennyiségek érkeznek határon túlról is, és a gazdáknak, a résztvevő gazdáknak a létszáma is egyre fokozódik, és egyre nagyobb országos szinten is adományozás zajlik, és megyei szinten is adományozás zajlik. Ugye a legismertebb adományozott az a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, és itt mi Tolna megyében is minden évben megtaláljuk azokat a civil szervezeteket, akik a rászorulók részére utána ezt a Tolna megyében összegyűjtött búzából megőrölt lisztet eljuttatják. A Magyarok Kenyere Alapítvány ugye nem csak búzaadományokat fogad, hanem pénzadományokat is fogad, tehát így bárki részt vehet ebben a programban, és adományozhat a jótékony cél érdekében.